Hello, szia, sziasztok! Folytatás, következik, ássa a keeper a saját vermét. Igen, aki másnak vermetás, az hülye. Inkább ásson magának, mert ott túl lehet élni. Nem? Igen, magadnak ássál inkább vermet. Nem másnak ássál vermet, ez hülyeség. Megcsináljuk a padlózatot, és akkor látjuk, hogy mekkora. Milyen ekkora ötlet? Jó, igen, bocs, nem volt valami nagy felkonf, mert nagyon rá vagyok izgulva a dolgokra, és szeretnék haladni, építkezni akar a keeper. Ja, valami jó nagy termet kellene csinálni. Tudjátok, hogy lenne jó? Nem, nem jó. Azon gondolkodtam, hogy az oldalfalak is lehetnének ilyen konkávok, sarkok. A fölül meg izé... az lesz, gyerek. Csak akkor meg a sarokban nem tudok építkezni, de minek is építkeznék oda? A sarkokat kiadjuk. Olyan lesz, gyerekek, ilyen izé is lesz, ilyen kör alakú lesz a sarok. A sarka is, jó. Megcsináljuk, megcsináljuk. Egyébként, ja. Mekkora legyen ez a terem? Jó nagy legyen ez a terem, nem? Ha már egyszer építkezünk. Megcsinálhatnám körbe-körbe, és akkor utána a közepét meg ki csákányolom, nem? És nem egész, hogy tudom, hogy na, eddig csináljuk, így lesz. Viszont... én nagyon imádom ezt. Ez a bunker, ez brutális lesz. Egyébként nagyon, egyre jobban hasonlít a részére. A régi bunkeremre, túlélök napoljában, de nagyon szeretem az, az ilyen pásom van föl, de... mi az? Recovering... Lassan töltődik a sztaminám, azt mondom, és vagyok beszarsz. Ja, ezért is kell menni majd vizeért is. Közben a kaján megsült, úgy látom. Egyébként kikapcsolódik -e automatikusan az viszony, vagy elégett a fa? Mert mindig így szerintem elégett a fa. Jó, együnk egyet, mert amúgy mindjárt ilyesek is leszünk. Mert megint el kell menni kajára, ugye a kaja dologra is kéne fakolni, hogy ne egyek annyit. Mert ezzel sok időre nem megy. Mert oké, hogy gyorsabban ások, de el kell mennem mindig vadászkatni, meg kaját szerezni, akkor azt fordíthatnám arra is, hogy ugye ásásra, tehát egy visszacsatoló dolog ez. Tehát, hogy értitek, mire gondolok, remélem. Hogy akkor kevesebb idő elmenne a kajaszerzéssel, mert nem kell olyan sok kaja, többet tudok fordítani ásásra. Hiába ások gyorsan, hogyha mindig mehetek kaját szerezni. Ha szerintem ennyi gyerekek, ilyen széles már elég lesz, nem? Az hány blokknyi? 1, 2, 3, 4, 5. Ugye, 1, szélétől jó, 1, 2, 3, 4, 5. Szélétől 5. Tehát 1, 1, még mindig 1, 1. Jó, nem, na, 1. 5 blokknyi szélétől, akkor 11 blokknyi lenne ugye az alapterületen, mert a középsőt nem számoltuk. 11-szer mondjuk egy 15-ös, egy ilyen tök terem, meg még magasabb is. Az úgy szerintem frankó lenne. Legyen magasabb, legyen ilyen tipikus ilyen csarnok hatása. Ha belépek, akkor itt tök jó legyen. És akkor lehet esetleg díszítést a falra végig. Jó, én nagyon bele, most nagyon beleőrültem, mi? Nagyon beleőrültem ebbe. Igaz, hogy sokat kell kopogatni, de annyi kövünk lesz, az meg ugye kell a cementhez. Úgyhogy minden nagyon szuper lesz, viszont ezért is kell mindjárt csinálnom. Javítókészletet, mert már annyi csákányolok, hogy nagyon fogy. Van mennyi javítókészletem? Egyébként ezt meg el tudom adni. Ja, mondtátok, hogy az olyan ármorokat fegyerek, ne szkrepeljem le, hanem akkor azt csináljam vele inkább, hogy azt csináljam vele, hogy adjam el, mert drágák ezek. Ha nem is tetszik. Egyébként nagy hülyeség, hogy Lighting Armorra jöttem rá. 1, 2, 3, még 2. Mert én szeretek gyorsan mozogni, ilyen íjászkodok, meg így mozgok, tudjátok. Nem az, hogy olyan tank karakter, hogy bírja az ütéseket, az lövöldöz. Mert hogyha sokan rád jönnek, akkor inkább jobb, hogyha futsz, és akkor próbálsz körbe táncolni őket taktikusan, mint hogy bász, aztán hagyod, hogy üssenek. Szerintem az jobb megoldás. Én úgy érzem, hogy nem tudom. Majd megírjátok, akik jobban vágjátok, hogy hosszú távon melyik a jobb. Mert aztán lehet, hogyha rágyúrnál, hogyha ilyen ármorokra, akkor meg tök keveset sebződnél, ilyen tényleg ilyen brutális lennél. Meg lehet, hogy később olyan ármorok is vannak.
Na gyerekek. Akkor ezt beszéltük, hogy 5-5. Szerintem ez egyébként elég széles lenne. Hát ez egy tök nagy terem lenne itt bent. Igen. Jó. Akkor ez ilyen széles lesz. Így döntöttünk, oké? Okay? Szerintem jó. Megbeszéltem magammal. Mondjuk így. És akkor itt meg elfordulunk. Majd rakok fákjákat, hogy valami látszon. Meg kialakítom a sarkokat is. Hoppá, most kell javítani. Érdemes megvárni, hogy teljesen rongálódjon le, mert akkor legalább. Ja. Az alapját kéne megcsinálni. Aztán utána akkor lehet a falakat meg mindent. Jó, ez a terem, ez biztos fogja enni a frame-et. De ha megfigyeljétek, még mindig 500 frame-ből 200 valamit használtunk el, és már megcsináltunk egy ilyen nagyon komplex alagút rendszert. Most ugye, ha megcsinálom a központi termet, onnan mindenképp akarok egy létrát. Az a baj, nem is tudtál helyezni még egy büdös létrát sem, meg semmit abban a kicsi szaros teremben. Ugye tök szar volt. Majd nézzük meg, hogy nem-e jött egy zombi, akit le lehet lőni. Csettenkedve. Kicsi hang. Kicsi hanggal megyünk. Egyerül a zombi medvét, attól parázok leginkább. Nézzük, mi az idő itt. Nem hiszem, hogy nincs senki. Tehát az a baj, nem látok rá mindenre. Ház mögött, itt-ott. Kicsi dombocskák mögött. Ezeket a fákat majd ki kell csapni, azt akkor jobban belátom. Az mi az ott? Ja, az autó, azt hittem, hogy térdel valaki. Senkit nem látok, jó. Így jobb gomban skubizok bele a távcsőbe, azt eszi a staminát, mondjuk az érdekes, nem? Az eszi a staminát, hogy belenéd a távcsőbe, vagy a fejedhez emel, bálathoz emeled a fegyvert, hát. Jobban eszi, mint a csákányoznál, bazze. Amíg bezsibbad a keze, vagy mi történik, jó? Nem kötekedek, hát ez ilyen. Itt is elfordulunk. Nekem egy hármat levett a fákjával, oda vertem, vagy nem is tudom menni. Elfordulunk. Hát ez nem két perc lesz ezt kiásni. Bár szerintem elég lenne egy ilyen... A 10x10-es körüli. Sanyika, mit csinálsz? Elkezdett izzorogni. Ja, ilyen 10x10-es körüli helyiség. Hát itt is kell fölfele látsnom. Bocs gyerekek, hogy jó, meg van ilyen izé, automata fegyverem, ilyen ütőfegyver. Azt nem tudom úgy beállítani, hogy itt az ablakon üssön senki. Tudod, hogy beállítani ide, aztán akkor ide jön a zombi, bum 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 bum. Nem lehet olyat csinálni? Lehet, hogy lehet. Várjál van? Ez hova adta? Ez a baj egyébként, hogyha nincs felupgrade-elve, még fára sem, mert egyből ugye kiveszed. Ezt nem hoztam el magamban, more? Tudod, voltak ilyen ütőfegyói, azokat lehet, hogy nem hoztam el. Ezt lehet, hogy föl lehet állítani, úgyhogy így az ablakon is kiütöget. És akkor jön a zombi, akkor az üti, mint az őrült. Van három darabom. Csak azért, hogy jó lenne. Egyébként erősen gondolkodok rajta, hogy lehet, hogy kéne kis farmolnom egy kis XP-t nappal. Következő délelőtt lehet, hogy XP farmolás lesz, mert hogyha rá tudnék, mi csinál Sanyika? Ja szóval, mit tudod? Ez öreg és Andoros. Tizé, ásik megint a lábamat. Hogyha rá tudnék menni arra, hogy még följebb húzzam, hogy az, ugye az erőmet. Mert ugye hogy vagyunk? Nem felejtjük mindig a keeper. Igen. Két pont kellene ide, egy sincs. Akkor tudnám, három skill pont, három skill szint kell még, akkor az hiába farmolok XP-t. Az még bőszmesok. Várjatok. Világítsuk már ki, mert nem látok semmit. Gyerekek. Brutális. Nagyon tetszik. Jó, hát koppogatni kell. Itt most más, nincs mese. Koppogatási van. Egyébként azon gondolkodok, hogy lehetnék, tudnék-e trükközni azzal, hogy kiásom alatta, meg fölötte, és akkor, hogy lezuhan egy sor,
akkor ez eltűnik-e, vagy pedig alul összegyűlik. Vagy mi lesz belőle, vagy ez könnyebben, lehet, hogy tudnék itt trükközni, vagy mindjárt ezt kipróbálom. Most ez komolyan arra rámegyünk, hogy trükközünk egy kicsit. Ugye följebb ások. Ja, meglátjuk, hogy miről beszélek. Hogy leszakítom, leszakítok belőle darabokat. És az lehet, hogy eltűnne. Az én csodálatos, csodálatos bázisom ez lesz. Igaz, nem látom, hogy... Na, ott. Az a baj, hogyha nem rakod ki blokkal, annyira amorf felületek tudnak lenni, hogy nem látod, hogy hogy vagy. Hogy van. Gyerekek, azért kifogtáltak mi? Végig kell nézni, hogy Keeper itt bázist épít. napokig ássa, azért kapogatja a falat. Gyűjti az XP-t is legalább, nem baj. Hallod? Kövem millió-millió rózsaszál. Millió darab kövem lesz, abban biztosak lehettek. Öcsém, facsiga. Na, majd mindjárt kiszakítunk belőle egy darabot, majd meglátjátok tényleg mire gondolok. Hogy leszakítom, hogy kiásom alatta, és utána így körbeások, kiásom alatta, utána kiásom fölötte, és hogyha elszakad, akkor valószínűleg leszakad az egész, és lehet, hogy eltűnik, hogy alul összegyűlik, nem tudom ez még hogy van megoldva ebben a játékban, így. Valamikor szokott alul összegyűlni, de szerintem nem minden. Úgyhogy akkor tök sok energiát spórolnék. Leszakítunk egy ilyen marha nagy darabot mindjárt egészből. Meg fogjátok látni, szerintem ez érdekes is lesz. Összedöntöm az egész hegyet, mi? De várjatok, nem tudom összedönteni a hegyet, nem ahhoz lesz bazza, hogy itt izé lesz. Beszakad, nem szakadhat ez be? Most egy kicsit parázok, ez nem tudom ezt beszakítani a hegyet. 10x10-et kibír? Jó, ne is csináljunk nagyobbat, baza, ne van beszakítom a hegyet. Hallod? Most ráparáztam erre. Most erre ráparáztam, baza. Ha beszakítom a hegyet, az úgy jó buli lesz, nem? És tudom, mit ássak el, mert annyira faszulva van megcsinálva. Tényleg, hogyha nem blokkolod ki, azt se látod, mit ássol már tényleg. Befordulunk balra, alul fölül kiásom, leszakad a francba, meglátjuk. Mondjuk csinálhatnám azt is, hogy elássak 10 blokknyit, azért ez nem lesz nagy adat, hanem ez nekem egy kicsit. Lehet, hogy nagy lesz, nem? Lehet, hogy hülyeség. Lehet, hogy hülyeség. Nem hülyeség, gyerekek. Legyen nagy! A nagy mindig jobb. Nem mindig, de azért néha jobb. Vannak szituációk, amikor nem árt, hogyha nagyobb. Ja, elássok egy 10 blokknyit arra. Elfordulunk arra, körbevesszük, és akkor megpróbáljuk leszakítani a közepét. Ránézek, hol vagyok. Hát igazából szerintem pont a legcsúcs alatt vagyok, a legcsúcs alatt. Úgyhogy a legjobb védett helyen vagyok a világban. Ebben a rohadt játékban szerintem a legvédettebb helyen. És legjobban védhető, mert oké, hogy leásol az alapkőig, de akkor nem látod a fölötted lévő történéseket egész addig, amíg le nem ásnak hozzá. Érted, itt az a probléma. Ügyöcsém. 10 blokknyit elásunk, utána elásunk arra, 5 összetalálkozunk. Keeper kitalált a gyerekek, csak egy millió évig tart. De ha megvan ez a terem, akkor utána már nem kell ásni. Akkor majd be kell lakni. El sem tudom képzelni, mennyi kövem van. Komolyan, el sem tudom képzelni, mennyi kövem lehet már. Főleg, hogy ezt úgy akarom, hogy ugye még egy magasságnyit. Magasabbra, mint azt, hogy tényleg egy ilyen
csarnokszerű terem legyen. Középen meg mit tudom én majd kialakítok ilyen fákjas, ilyen világító lótúrót. Szájnblokk. Egy, kettő, várjál, így jobban számolom. Egy, kettő, három, négy, öt, hat. A hetedik jön, a hetedik blokk. Egész jól haladok. Ez a hetedik blokk. Számoljuk ki aztán, szerintem csináljuk meg, mert ez kezd durva lenni itt a helyzet, hogy kézei van itt. Eddig tartanak a dolgok. Oké. És az egyik fal az ugyanúgy, mint az előző bázisnál, full láda lesz. De mögötte mindenki... Hát, érdemes mögötte megcsinálnom idejéből. Betonból nem nagyon, mert belegondoltok. Több száz. Ha nem több ezer. Több száz méternyi. Szikla van, ugye, mondjuk a arra. Egész elér a izeig a... Nagyon messze. Teljesen fölösleges lenne. Úgyhogy, ja. Ládákat kell csinálni, de olyan, hogy szöges féléket. Na nézzük meg, mennyi blokk ez már, mert megőrül a gyerekek. Ez már nem lesz elég nekem ekkora terem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, és akkor még egy blokknyi, oké? Okay? És akkor visszafordulunk arra, és akkor tényleg a közepét kell kiszedni valahogy. Lehet, hogy megszivatja a keeper a rendszert. És azt fogja csinálni, hogy leszakítja. Három szint kell, hogy maxra húzzam a szexuál tiranoszauruszt. Három szint. Az egy az mennyire nem sokára meg lesz. És utána még kettő szint, és maximum... Maximumon van a szexuál tiranoszauruszom. Ugye két skill pont kell az erőre. Egy skill pont kell magára a pack-re. Gyárékék, bazze, mi van itt, hallod? A keeper az megint kifogta. Na, itt mit ütök? Igen, oké. Irányba álltunk. Itt te kezdem, ott is elmegyek arra, összeérek. És a közepét valahogy beszakítom. Ezt az egész hegy beszakadt a gyerekek, esírnám magam, hallod? Nem is, az egész hegy beszakadt, nem is tudom, mit csinálnék. Szerintem sírnék, komolyan. Ennyit kikoppogatok, meg itt tüzé, megcsinálom a bázist, és rászakadna az egész hegy. Nem is tudnék velem, mit csinálnék, vele. Nem építhetem fel az egész hegyet. Egyébként még Bandika küldött jó múltkor egy olyan videót, hogy a csávó ugyanígy ásott, és fogta, rászakadt az egész mindenség. Fogta rászakadt. Itt kell menni kajálni, mert bajok vannak. 6000 kőgyerekek ilyen apróságok vannak itt. Meg kell menni enni egyet. 2 óra 41, azt sem tudom mikor álltunk neki ennek a résznek. Tényleg fogalmam sincs, annyira belefeledkezek. Oké, meg rágurítunk egy vizet. Lassan a vízből is lehet, hogy majd hiányom lesz. Jó, nem foglalkozunk ezzel, építkezünk. Úgy, mintha érezhetően gyorsabban mozognék. Mennyi időm van? Mennyi javítókészlet? Már csak egy javítókészletem van. Úgyhogy azt is mindjárt kell csinálni. Gyerekek, nem egyszerű.
Na nem akarom gameplay-en kívül, esetleg mit tudom, átléptek, vagy megpróbálok azért mindig, meg nem csak, hogy próbálok, meg szeretek is, de azért mindig beszélek, tudod, nem az van, hogy mit tudom, hallgatok. Próbálok úgymond szórakoztatni, ha lehet ezt így mondani. De én nem akarok belepörgetni, meg nem akarom azt, hogy gameplay-en kívül. Ez olyan szar. És valaki lehet, hogy kíváncsi rá, aki meg nem kíváncsi rá, az meg át tudja pörgetni. Belehúz, hogy hoppá, itt tart a keeper, oké, ez már érdekel, na, hogy halad, bele tud pörgetni. De most aki meg kíváncsi lenne rá, és mondjuk ki gameplay-en kívül állam, akkor az meg nem tud mit csinálni, nem tudja megnézni. Így meg igazából mindenkinek jó. Jó a gyerekek. Viszont megint el kell mennem majd nappal egy kicsit kaját szerezni. Mert szerintem megint nem lesz kajám. A izébe az a baj, a erdős biom az meg nagyon messze van tőlem, pedig ott elvileg vannak ugye ilyen nagyobb vadak, mint szarvasok. Abból gondolom több hús jön kint egy idejében, kígyóból vagy egy rókából. A gyerekek, ugye 11 blokknyi lesz. 1, 2, 3, 4, 5. Ez a közepe. A 6-os blokk. Ami most jön, ez a közepe. És akkor pont itt kéne összefutnunk a másikkal. De igazából elismertnék a 11 blokknyit. És akkor csak azt kell kiásnom, azt a részt már. Jó, javítás van gyerekek. Javítás, utolsó javítókészlet. De azt hiszem, hogy van hozzá alapanyagom, meg tudom csinálni. Ragasztószalag meg vas, azt hiszem ez a kettő kellett. Úgyhogy nincsen gond. Régen is úgy volt, azt hiszem, hogy milliónyi kövem volt. Mert a, ugye... Régen emlékezik, nem tudom, aki nem látta, lehet, régen volt egy túlélők naplója sorozatnak. Abban ilyen 4-es metrót építettem, hogy ilyen autóval kell ilyen közlekedni be, és városokig, az volt a terv. Azt nem tudom, miért maradt abban az a sorozat, pedig aztán nagyon, úgy érzem ezt a sorozatot, addig nem fogom végigvinni, amíg millió napig el nem viszem, mert nagyon élem. Na gyerekek. Megint egy. Az a baj, a föld alatti struktúrákat nem mutatja a térkép. Ugye izén építkezel kint. Elvileg. Hol van? Hol van az izé? Ugye a kint építkezel, azt mutatja, de a föld alattiakat nem mutatja, úgyhogy azt nem tudod megnézni. Abban nem lát semmit. Ugye kint itt azt mutatja, hogy ide építkeztünk valamit, de bent itt, úristen, itt vagyunk benne ott. Elment az eszem. Olyan, elment az eszem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Majd leellenőrzöm, hogy pont annyi-e. Szerintem 11, ugye 5-5, meg középen volt egy. Ez a 8. Valahogy be kell szakítanom a közepét, hogy ne kell. De mondjuk az veszélyes is lehet, nem? Megpróbálom majd beszakítani. Lehet, hogy felét így árfulom, és akkor felét beszakítjuk. Robbantani kéne. TNT-be be lehetne robbantani, de ki tudja, mi történik akkor. Nem kéne kinyiratnunk magunkat, meg nem kéne beszakítani tényleg mindent, meg hatalmas lyukokat robbantani, és mi mindig nem használtunk el már 500 frame-et, és nézzétek, hogy mekkora bázist ide kettyentettünk már lassan. Az gyerekem! 340. 17. nap. Még van vissza 4 napunk. Nagyon megy az idő, nem?
Három napot elcsöztem, pedig már akkor kitaláltam ugye. Az első napon, 15. napon, vagy igen, a 15. napon már úgy döntöttünk, hogy nekiállunk. Meg is találtuk helyet, szóval... Megy az idő. Jó, ez volt a 8. vagy a 9. nem tudom, de úgyis még kell bőven. Másnak is egyébként mutatná a térkép a kinti struktúrákat. Ha mondjuk felfedezne egy mapot, később ráépítesz egy kinti struktúrát, akkor ő látja azt, vagy hogy csak odaér akkor, vagy abszolút nem. Na azért banánosik ide nehezebben jutnának be, nem? Több védelmi zóna. Erre kíváncsi lennék, hogyha ezt felépül, akkor hogy jutnának be? Csinálunk majd humán hordát erre is, erre a bázisra. És tényleg baromi kíváncsi lennék, hogy ide hogy tudnának bejutni. Ha ide kettőt lerakunk, azt megszámoljuk megint. Na lehet, hogy már túllövünk a célon. Jó, gyerekek, hallod. Ez elég nagy tér lesz, a középre is tudok. Azt mondjam, nem kicsi, ez nagyon nagy lesz ez a tér. Várjátok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oké? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mi van? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ó, túlmentünk. Túltoltuk. Le kell fordulni, túltoltuk, gyerekek. Túltoltuk. Erre is kimehetek igazából, tehát mindegy, most onnan ások be ide, vagy innen arra. Túltoltuk, gyerekek, more. Helyes ezt a keeper. Egyre kijebb mentünk. Nem baj, mert ugye, de baj. Fölöslegesen kopartra voltam oda. De jól van, három blokkot kiütöttük fölöslegesen. Ejha. Csapjad, baza, csapjad. Ó, nyomjuk neki. Hát nem tudom, milyen hosszú ez a videó megint, csak ugye, hogyha elaprózom, az se lesz róla. Jó, úgyhogy szerintem, hogy hát, hogy délig fog menni a videó. Tényleg abszolút nem is tudom, mikor kezdte. Annyira belefeledkezek ebben. Napközben el kéne mennem időjönni. Napközben jól lenne elmennem egy kicsit. Délig toljuk az építkezést, délbe abba adjuk a videót, és akkor a következő részbe meg elmegyünk, azzal kezdjük, hogy elmegyünk madászni. Azt szerintem, hogy jó lesz. És megpróbáljuk beszakítani a izét, a mennyezetet. Kivágunk darabokat, és megpróbáljuk beszakítani. Remélem az egész nem szokott be, nem tudom hány blokkot kirak kőzet. A kő. Szóval, hogy mennyi lesz. Hú, az beleszakadjon. Beszakad, megőrülöm. Azon gondolkodok, ne rakjak oszlopokat. Ugye azt tudnék akár mikor, hogy... Nem tudom, gyerekek. Sanyika, nyugi, nyugi. Fel akar jönni ide, de most nem fog szerepelni. Kipörnek van sok dolga. Fúrja a zalagutat. Hát egy ilyen... Györök ura törp. Megképzelem magam most, ilyen Gimlinnek. Fejből tudtam a törp nevét, gyerekek. Tudjátok az összes idejét? Gyűrűk ura szereplő nevéd vajon? Ki fejből? Mit gondoltok? Tudnátok? Kit megpróbálom én is mondjuk? A törp az volt a Gimlin, ugye? Az elf íjász volt Legolas. Ki volt? Volt a Frodo. Samu, vagy ugye? Samu volt a másik. A másik hobbit. A kettő, most talán gondolkodok, kettő izé hobbit. Tufa,
Ugye, trufa volt? Az egyik hobbit, amelyik ugye még velük volt. Trufa és... Nem jövök rá, az mi volt a másik? Aragorn volt ugye természetesen a embereknek ugye a király, valamint a leendő király, meg utána király. Akkor ki volt még? Hát a Gandalfot gondolom nem kell mondani, meg a helyzet se, a golemet se. Golemnek a másik neve. Várjál, találjuk ki, mi volt a golem másik neve? Mi volt a golem másik neve? Valami S betűs, nem? S betűs. Smeagol! Smeagol volt. Ó, nagyon-nagyon tudom, nagyon örülök neki. Hát, érdemes volt kitenni. A izé Tufának nem tudom a másik csávója mi volt a haverja. Arra nem jövök rá. Meg a Hobbitból nem emlékszem a izére. A csávóra, aki volt a több király. Végigértünk, gyerekek. Ez most meglepő. Azért, hogyha így belefeledkezel a dolgokba, akkor el lehet így izérni, csapkolódni. Volt izébe, Aionban volt egy healerem. Ugye az egy MMORPG-ben voltam a tankő, meg a healer. Szinstákban úgy szokott healerni, hogy közben meg passzianszott mellett a gépre. Ilyen tök nehéz instákban mások úgyse tudták megcsinálni, hogy mit tudom én ilyen... vért izzadtak. Azok ilyen tök provók. Megpróbáljuk kicsibe a leszakítást, jó? Még délig van egy kis idő. Mindjárt szakítok le egy darabot. És megpróbáljuk kicsibe, hogy mi lesz, hogy leesik. Ott marad, lebeg, ez aztán leszám egy terem. Kifür, az megint nagyon hülye. Megalomán vagyok egyébként, szerintem rájöttetek. Megalomán. Na, megpróbáljuk kicsibe egy sarkot leszakítani. Én úgy terveztem, megmutatom. Hát, hogy bekére fúrnom. Azért, hogy kipróbáljuk kicsibe itt. Befúrok. És akkor hagyunk egy oszlopot, és leütöm a tetejét. Hogy akkor az leszakad, akkor az hova kerül. És akkor megcsinálhatjuk nagyba is, ugye, hogy tényleg átások. Alul. Fölül. És leszakad. Ja, ezt a darabot itt kipróbálom. Itt a tőlünk jobbra lévőt. Csak először kicsibe merem. Nem merem nagyba, mert baj lesz. Jó lesz. Igazából jó, hogy ezt lerakhatom ezeket. Nem én, ne? Ezzel a teremmel együtt szerintem egy ilyen... Még ezen a 193 darabon kívül még egy 100 blokkból megvan, tehát 600 blokkból megvan az egész épület. Tehát ha 600 blokkból megvan, akkor a felupgrade-elés ennek a 600 blokknak 6000 darab cobblestone kell. Várjál? Mit csinál Sanyika? Azt hittem, hogy valami rosszat, de aztán nem. Sanyika nem csinál rosszat. Sanyika okos. Na mindjárt meglátjuk, mi lesz, ha leszakad. Nézzük. Nagyon kíváncsi vagyok, majdnem azt mondtam, kurva kíváncsi vagyok. Nem beszélünk csúnyán, ugye? Jaj, de jó lenne, hogyha max lenne van az a rohadt szexuál tyrannosaurus. Még gyorsabban tudnék ütni. És viszont, mint hallottam volna valamit.
Mi folyik egy gyöngyösön? Te hallod? Csávó meg ballag be, mi van? Ne legyél hülye. Most ez mi volt? Ezt tök kihallottam onnan bentről. Most köszönöm. Azt hittem, hogy közelben van a zombi, aztán lószart. Jó. Na, ott adtottunk bele egy megzavarta. Tök hallottam, hogy... Ja, mert ennek a hülyének ilyen nagyon nyerítő hangja van, ugye? Mindjárt várjál már. Mindjárt. Oké. Okay. Aztán leszakítunk itt egy nagyobb darabot. Ki kellett menni rendet tenni valamit. Amúgy nem hiszem, hogy észrevettek. Mármint oda, szerintem oda csávó, az folyamat nyerít. Tehát az nem miattam nyerít. Na. Sanyi, hülye vagy? Mit csinálsz te meg? Mindjárt meglátjátok, itt átfurok. Ugye? És akkor ez nem fog csatlakozni sehol. És kiütöm az alját, meg a tetejét. Erre kíváncsi leszek. Pont tönkre megy a csákányom, figyelj. Már hülye. Tudja, hogy pont tönkre megy. Á, ne! Állok is neki. Jaj, javító készlet. Duct tape és... Vas, van mind a kettő, úgyhogy no problém. Azt hiszem, hogy az alsóban volt. Hol van a vasacska? Nekem volt egy csomó vasam. Hol van? Azt mondja, hogy elhasználtam, elhordáltam valamire, nem? Itt van el, 80, meg duct tape-nek is kell lennie. Itt van kettő, tudok csinálni kettőt, úgyhogy no problém. Oké, és javítjuk ezt majd. Gyorsan! Nem érünk rá! Viszont kell, vagy 6000 darab izét csinálom, cobblestone-t. Hogyha 600 blokkot fel akarok upgrade-elni, bár nem biztos, hogy mindet érdemes lenne itt ezeket, mert ugyan lehet, hogy cserések lesznek. Szóval majd megoldjuk. Na, nézzük már meg ezt, baromi kíváncsi vagyok rá, hogy ez hogy fog sikerülni. Hol a szarban van ez? Na! Oké. Okay. Ezt is itt kiütöm, mert úgyis kifogjuk. És akkor, hogyha kicsibe jól működik, akkor mehet nagyba is. Ja, látjátok mi a szituáció? És akkor próbáljuk meg, kiütjük a legalsót. Sejjesek vagyunk. Hát már mi nem jön, mi jöhet még? Legugolok egyébként, és csöndösebben is itt lóla. Jaj, nem jól jelentettem ki. Ja, hogy gyerekek csak annyira... Érdekesen üti ki. Oké, okay, most a levegőbe ló, ugye? Yes. Na, akkor nézzük. Most tartja két oldalt. Oké, okay, és most elvileg egy blokk tartja fölt. Erre kíváncsi vagyok, hogy ez lesz, akkor mi fog történni vele, érted? Azt is, amit... És ez mi lett belőle? Aha. Itt csak 200 blokknyi. 200 blokkosak csak a idők. Ugye? Nem 500. Tehát amik leszakadnak, azok csak 200 blokk. Azért az nem mindegy. Úgyhogy ez lehet, hogy jó megoldás lesz. És ez nagyba is. Hát elég nehéz azt nagyba megkivetelezni. Mondjuk azért, ja, meg lehet oldani. Ugye mondjuk akkor itt végig mennék,
Így. És akkor azt a nagyobb részt leszakítani. Jó van gyerekek, de lehet elbúcsúzom, mert baromi rájöttem, hogy ez baromi hosszú így. Azt sem tudom, tényleg nem tudom, hogy mikor kezdtem, meg hogyan. Na, egy ekkora izé terem lesz. Az a baj, nagyobb látótávolság nincs, nem tudjuk megnézni. De jó nagy lesz. Tényleg lehet, hogy egy kicsit túlzás is. Lehet, hogy a széleiből. Ma figyelj, meglátjuk, ha megcsináljuk, akkor meglátjuk, hogy mekkora ez, de szerintem ez lehet, hogy túlzás is. És lehet, hogy akkor fogunk lefaragni belőle, tehát mondjuk a falat erre építjük rá, és akkor ugye már szűkebb lesz egy-egy blokkal. Vagy pedig így fogunk faragni belőle. Ne legyen olyan marha, de viszont mindenképpen ugye magasabb lesz, mint ez. Hogy ilyen nagy, ilyen csarnokszerű legyen, tényleg az tök jó. Jó, elbúcsúzok gyerekek, mert tényleg baromi hosszú az egész. Egy kicsit minden részvégén kell egy kicsit vadászni, azt imádja a Keeper. Várjátok, annyit nézzük meg. Fölmegyek, bocs, már megint itt töntök részünk. Nézzük meg. Itt vagyunk, mondjuk. Itt van mondjuk a közepe nyílunknak. És itt van a közepe nagyjából ennek a teremnek, nem pontosan, de majdnem. Fölmegyek oda és megnézzük hány blokk mélység. Most vagyunk plusz 66 méteren. Fölmegyünk és megnézzük hány blokk nyi szikla van fölöttem, jó? Hol megyek fel? Megnézzük hány blokknyi sziklát épít. Kell átfúrniuk, ha fölülről akarnak betámadni. Nem lesz kevés szerintem. Nem lesz kevés, iszonyat sok lesz. Piros a szemem, mert itt kidörzsöltem, Dick. Jézus, te hallod. Kell egy sniper. Majd megpróbált feljutni. Amúgy is a következő rész az lesz, hogy elkezdünk gyűjtögetni kaját, mert nincs. És ez nem jó. Úristen, hallod, milyen jó látvány. Látvány, baze. Ha még beljebb mennék, egyre mélyül, hallod? Na, itt vagyunk, most. Itt van valahol a közepe, mert nem is pont ott. Itt vagyunk, 66 volt, ugye? 123 gyerekek. 60 blokknyi mélység. És azt megszorzott izével 500-zal, mert 500 egy izé. Egy szikla, 5000, 60 az meg 30000 blokkot kell átkoválniuk. Meg ráadásul ugye nem egybe ásnak, hanem össze-vissza, úgyhogy... És még hallod, erre még magasabb. Meg kéne jelölni, hogy hol a legmagasabb ez a szikla, és azért addig egyébként érdemes lett volna befúrni. Ez maga, bőven a legmagasabb hely szerintem ebben a rohadt játékban. Ott egy madárfész. Ebben biztos idővel. Sas! Tojás. Itt 174, tehát itt már 100 valamennyi blokk magasságon. És ez... Ja, hát ez nagyon messze van. Úristen! Jézus, Atya, Úristen! És mi eddig vagyunk bázsva még csak. Elnézést. Mi még csak eddig vagyunk beállásra. És itt mindig egyre növekedik. Úgyhogy nincs az a gond, hogy bármikor, mit tudom én, így el fog fogyni. Gyerekek, beteg. Beteg. Ilyen messziről látszanak a zombik? Lehet, hogy nem. Mi? Lehet, hogy túl messze vagyunk. Hogy valahova ide, ugye a közepére, itt lesz egy kis erkélye, ide valahol. Így, itt. Itt lesz egy kis erkélye, amit nem tudom lövöldözni őket, egyébként most úgy elvadok tűnve, hogy ez őrület. Egy büdös zombit nem látni. Na jó. Következő, ó. Itt valamit üzeljétek, itt kováltak. Ja nem, ez én. Ja itt még ugye kell csinálnom azt a rampa dolgot. Ezt még gyorsan befejezzük, gyerekek. Be kéne, nem? Várjál.
Ja, én erre gondoltam, hogy ide még egy rampát húzunk, meg hát később még ugye lehet még többet, még följebb. Egyelőre most, ez is jó. Hogyha rongálják, akkor ugye húzunk rá egy rampát. Szevasz, tavasz, nincs rá gond. Nincs. Nincs. Na, oda nézzél. Oda nézzél testvére. És ugye még nagyjából 45 fokba is csatlakozik Frankfurt. Úgyhogy itt ezt még tudjuk majd növelni fölfele, ha úgy van. Meg utána esetleg függőlegesen oda néz az élet. Esik a eső. Karikára. Nem is tudtam, hogy errel is forgatja. Ja, errel visszafele forgatja. Aha, de jó. Jó van gyerekek, ennyi volt ez a rész szerintem. Alakulunk, és magyarul ebbe, akár minél mélyebbre ásunk, annál inkább olyan helyre jutunk, ami egyre védettebb. Szóval ez egy jó dolog. Szóval ez egy jó dolog. Akkor az lesz, hogy elmögött a terem mögött a pánik, szóval még jóval mélyebbre lesz. Lesz egy kis folyosó, nem egy olyan túl nagy, egy ilyen csőszerű, ott végig tud futni a paraszt, be tud futni a pánik szobába, ami tényleg azért még védettebb, ez még mélyebb van a hegygyomrába. Ez lesz. Ez nekem nagyon tetszik, ez a lineáris elrendezés, kiszűkül utána még cső, és utána pánik szoba. Hogyha elvesztítjük ugye a kraftoló helyiséget, akkor még mélyebben lehet menni. Oké, gyerekek, ennyi volt. Nagyon szépen köszönöm tényleg a figyelmet. Bocs, hogy ilyen rettenetesen hosszú részek, de próbálok haladni, mint állat. Írjatok mindenképpen, hogy tetszik-e, hogy tetszik-e a bunker, nem tetszik. Mit gondoltok róla? Nagyon kíváncsi vagyok. Na, csácsumi csőtészt, sziasztok!